a church falling apart, but feminine lonely, we as one. Üdvözlök mindenkit az Aranyélet kibeszélő harmadik adásában. Fölhívnám a figyelmet, hogy apró spoilerek itt-ott amott előfordulhatnak, úgyhogy továbbra is azoknak ajánljuk a megtekintését, akik már az epizódot is látták. Állandó vendégünk Kriller Gábor mellett most a sorozatvezető rendezője Diga Zsombor is itt van velünk. Zsombor, te már egy kész forgatókönyvet kaptál a kezedbe, amikor elkezdtétek a forgatást. Hogyan tudtál te ehhez adaptálódni, hogyan tudtál bele valami saját rendezői víziót bele rakni? Volt némi viszonyom az HBO-val, és tulajdonképpen ez a negyedik produkció, amivel megkerestek, és a legfontosabb az az volt, hogy ez volt végre az első olyan produkció, ami végre nem egy vígjáték, vagy valami könnyebb műfaj volt, hanem egy krimi, és igazából ez volt az, ami az első nagy lökést adta, hogy lehet ilyen jó a karmám, hogy pont ebbe futok így bele. Elolvastam a könyveket, és kiderült, hogy az ennyire fantasztikus anyag, és mennyire erős az egésznek a története, akkor onnantól fogva lehetett már igazából elmerülni a rendezői koncepciókban, meg a víziókban, meg az elképzelésekben. A legelső a karakterek és a szereplők, amikkel kell foglalkozni, utána ennek az egésznek a kulisszája és a milliója, hogy mégis milyen világba helyezzük ezt a történetet bele. Aztán a harmadik fontos dolog az a filmnyelve, hogy mégis milyen koncepciók és irányok mentén mesélünk, hogy aztán egy egész produkción keresztül ez következetesen végigvihető legyen. Olyan a városunknak az adottsága, hogy itt öt tök különböző filmek a világát is össze lehetne tulajdonképpen hozni. Úgyhogy ezt látva igazából csak alaposan el kellett döntenünk, hogy mi az, amit használunk, és mi az, amit nem. Nyilván megfogalmazódott a fejedben az, hogy milyen színészeket szeretnél. Hogyan választottad ki a végén például Anger Zsoltot a Hollós szerepére, vagy a Túlóci Szabolcsot az apa szerepére? Az én dolgom az, hogy javaslatot tegyek, és minden esetben én úgy működöm, hogy mindig van egy nagyon erős tuti, biztos vagyok benne, hogy ő a kell nekünk, és ő lesz a tökéletes. Lehet egy emberrel nem lehet dolgozni, úgyhogy köré kell még mindig kitalálni két-három másik opciót. Prezentáljuk az HBO-nak, megcsináljuk a castingokat, és akkor, ha szerencsém van, akkor az esetek nagy részében tulajdonképpen mindig ugyanoda kanyarodunk vissza. Csak hát erre az egész folyamatra viszont nagyon nagy szükség van, hogy kiderüljön, hogy kémiák jól működnek a szereplők között, tehát hogy működik-e Attila Jankával, vagy Janka működik-e Hollósra. Tehát hogy ezek a dolgok legalább annyira fontosak, mint hogy most ő önmagában egy jó színész, és majd biztos jól megcsinálja. Bene, gyere! Itt az egész elnökség. Beszarul. Te tényleg jobban szégyenel az, hogy egy építkezésen dolgozom, mint amikor lakásokat törtem fel. Jó napot! Ha jól emlékszem, akkor még nem is voltak meg az utolsó forgatókönyvek, tehát hogy nem voltunk 100%-ig biztosak benne, hogy hova fog kifutni az egyes szereplők története, amikor meg kellett őket találni. A harmadik epizódban ez a fajta emberség, amit mondtál, az Attila karakterében nagyon előjön, tehát ő most már nagyon szeretne jó útra térni, de azért látszik, hogy ez nem fog jól menni. Az előző részben Tasival beszéltünk arról, hogy Tibor az a bizonyos bezzeg a családban, akihez kimondatlanul is, de Attila szeretne felnőni. Egy ilyen nagyon ambivalens az ő viszonyuk. Attila lenézi Tibort, mert ő elment külföldre, hogy ott boldoguljon, és neki kellett itt maradni a apával, aki már egy ilyen súlyos betegséggel küzdött. Valahol meg fel is néz rá, hiszen Tibornak nem kellett belemenni ezekbe a kis magyar ügyeskedésekbe, okoskodásokba, stiklikbe, hanem egy nagyon becsületes módon megcsinálta magát, felfutott. Ez valahol fáj Attilának, hogy Tibornak ez megadatott, neki meg nem. Büszke vagyok rád. Neked tényleg sikerült. Mákon volt, Münchenben összeismerkedtem egy ráccal, aki bevitt egy pár helyre. És azt gondolom, hogy itt elkezdődik a közeledésük, most, hogy munkát kapott Tibornál az építkezésem. Befejezés fényében majd kiderül, hogy ez hova árnyalódik az ő kapcsolatokra nézve. Ez az új fejlemény, hogy valaki nagyon belefutott a magyar bingibe ezen az építkezésen. Van némi azonosság Hollós és a Tibor között az Attila szemébe, hogy azért mégiscsak ő az, aki a temetés után egyből azt mondja, hogy mindenkit leszár, csak a pénz érdekli. És ez a mondat, ez egyszer még el fog majd később hangozni, nem pont ilyen körülmények között, meg egy kicsit feszültebb szituációban, de Hollósnak is tulajdonképpen ezt fogja szemébe vágni. Ebben az epizódban a férfiak kapcsolata az még egy szinten emelkedik, hiszen itt most már a Márk és a keresztapja viszonyrendszeré is most már
teljesen átértékelődik, látjuk, hogy sokkal közelebb a kapcsolatuk. Szia, Endre bá! Figyelj, kölyök! Én most pár napra eltűnök. Arra kérlek, hogy öntözd meg a növényeket. És etesd meg a kutyát. A Hollos villájában lezajló szekvenciáról beszélünk, ahol a Mark ugye érkezik a meghódítandó Vivienne-nel, aztán belefutnak Tom Csájékba, akik ott voltak az autós üldözésnél is. Ez a szekvencia, ez gyakorlatilag az utolsó körbe jött be a történetbe. Tehát itt a harmadik részben mindenkinek az volt az érzése, hogy nagyon félretettük a krimiszált, és azért mégiscsak ez egy krimi dráma, tehát hogy valahogy nem szabadna ezt így aludni hagyni, úgyhogy az egész szekvencia az a forgatás előtt szerintem pár héttel került bele a harmadik epizódba, és viszont itt is az volt a cél, hogy az autós üldözéssel is, hogy ne csak egy ilyen thriller jelenetsor jöjjön, hanem ennek legyen valamiféle mögöttes mondani valója, vagy megtudjunk valamit a karaktereinkről. És szerintem a Márknak az a felismerése, hogy ő lényegesen többet jelent Hollósnak, mint amennyit eddig ő feltételezett. Tehát nem csak a szimplán a keresztfia, meg valaki, akit lehet hívni, hogyha egy balhét nem végez el az apja, hanem igenis ő nagyon-nagyon sokat jelent ennek az embernek, kvázi fiaként tekint rá, és ez sikerült egy nagyon jó kis ilyen szinte tini horrorokat idéző thriller szekvenciával megoldani. Na? 97-05-13. Ennek az utazásnak a végére jut el oda már a traumája és mindenek nyomán, hogy felismeri, hogy sokkal többet jelent a nagybátyának, de hogy úgy érzem, hogy azért tehát hogy az epizódban még inkább az a hangsúlyos, ahogy az ő elképzelése arról, hogy hogyan lehet meghódítani egy lányt, és a következő három rossz döntésről, amit meghoz annak érdekében, hogy ő most itt bevágódjon. Én igazából ezt szerettem benne nagyon, hogy egyfelől van egy ilyen klasszikus hódítsuk meg a lányt, és tegyük a szépet, és romantikázunk, és jól érezzük magunkat, és még olyan kis hangulata is van, hiszen mégiscsak van egy medencék, meg nem tudom. És aztán valahogy, ahogy erre a nagy idére ez a sötét felhő rájön, ez nagyon jól működött volt. De azt hiszem, hogy ez a szekvencia, ez a nagy Réka színésznőnknek volt a legnagyobb kihívás, és nagyon-nagyon szépen helytált benne, és nagyon szépen megszenvedte a dolgokat. Hát ez elég nyomasztó jelenet, ahogy ezt a nagyon szép lányt folyamatosan abuzálja valaki, ezt így elég kellemetlen nézni valóban. Ez egy nagyon-nagyon hosszú éjszaka volt ott nekünk Szentendrén annak a jelenetnek a forgatása, és sose fogom elfelejteni, hogy végre kimondtam az asszisztens, hogy befejeztük a napot, és gyakorlatilag ez a lány így a karjaim közé esett, és itt tényleg lehetett érezni, hogy semmilyen nem maradt, tehát hogy nulla energia, és mondta, hogy soha életemben nem feladtam. És úgy ott volt, hogy így ez a lány most mindent beleadott, és hát ez kell, tehát hogy azt hiszem, hogy ez az egész sorozat ettől működik, hogy mindenki belerakta a maximumot. Nem csak apák és fiúk, keresztapák és keresztfiúk, hanem anya és lánya között is van formálódás. A Mira gyakorlatilag ugyanazt az utat kezdi bejárni, mint az édesanyja, hasonló útra lépett. Beteg vagy? Nem. Hát akkor meg nyomás öltözni. Tudod, mennyi az idő? Nem érdekel. Menj ki, légy szíves. Már így is elkéstél. Nem érdekel. Ő elindult egy ifjúkori tini lázadás útján. Az ő adottságait és az ő körülményeit nézve a lehető legmesszebb akar menekülni a családi háztól, ami ebben a történetben a belvárost jelenti. Mira végre kapott elég negatív élményt ahhoz, hogy beteljen a pohár, és hogy messze meneküljön, és megpróbáljon valami nagyon fiatalos gondolatmenet szerint valami logikus, élhető elképzeléssel előállni a családja felé. Másik családot keres, igen. És ezt úgy tűnik, hogy meg is találja Zolival és Hannával, tehát hogy a felé halad őink. Igen. Pótapát és egy pótanyát keres. És most még itt a hármas környékén talán nem tudatos vagy nincs meg a fejében, de a negyedik részben ez már sokkal jobban körvonalazódik, hogy sokkal többet talál ő itt, mint amit
de először gondolt. Annyi párhuzam azért van, hogy ahogy Janka a Tiszti klubban folyamatos abuzusnak volt kitéve, most egy picit a velszi legénybúcsúzó úriemberektől ezt a Mira is megkapja. Ez, amire utalsz, ez nagyon-nagyon fontos Janka szempontjából. Tehát, hogy itt megint csak valami, amire már utaltunk Tassival, hogy elkezdjük felfejteni a Janka karakterét is. És ez egy nagyon ritka pillanat, amikor ő megnyílik, akár a gyerekeinek, vagy akár a családtagjainak. Nyilván ezt is egy céllal tette, hiszen egy ilyen beszédet akar tartani, egy hegyi beszédet akar tartani a lányának, hogy rábírja, hogy húzom el az iskolába, de mégiscsak elmondott valamit a múltjából, hogy az iskola mellett neki dolgoznia kellett a Tiszti klubban, és kaparta a zsírt, és tapogatták az orosz katonák. Tehát, hogy azért még egy kicsit belelátunk abba, hogy ő honnan kapaszkodott ide, és miért kapaszkodik foggal körömmel ez a látszat élethez. És az is motiválja, hogy a gyerekei se kerüljenek ilyen helyzetbe, és egyáltalán nem realizálja, hogy aztán pont ebbe sodorja bele, vagy ebbe sodródik bele. Aztán Mira is. Még a legelső epizódban említetted, hogy volt egy családi vállalkozás, ami bebukott. Hát most már ebből is megkaptunk némi információt, hogy ez egy biogiliszta farm volt, amiben az Attiláik belefogtak. Biogiliszta? Ez komoly? Jó ötletnek tűnt. Akkoriban sokan beleszaladtak ebbe. Ez egy nagyon-nagyon fontos jelenet, amikor a komáromi beviszi kihallgatásra Attilát. Attila azért elég jól elügyeskedte itt az elmúlt években, elég jól összeügyeskedte azt a sok millió forintot, ami ott van a széfben, és ilyen helyzetben még nem került. Ez is egy ilyen irónia, hogy pont amikor elhatározta, hogy kiszáll ebből az egészből, akkor éri utol a törvény, és akkor ül először életében egy nyomozóval szembe, és látja a falon a saját képét. Ez a jelenet arról is szolgál, hogy egy kicsit belelássunk igen abba, hogy hogyan jutottak el ide a 90-es években. Ez a biogiliszta farm egyébként ez megint csak egy nagyon tipikus magyar történet, nagyon sokan belefogtak, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokat buktak. Volt, aki öngyilkos is lett ebből kifolyólag. Tehát ez egy elég tragikus és tipikusan magyar vadkeleti vadkapitalizmus történet. És erre utalunk vissza, hogy ők is ebbe belefogtak, természetszerűleg hatalmasat buktak, és innen jön ez az őrületes adósság, amit nyögnek azóta is. Amit még szintén említettél, és most még előkerült, a háznak a szerepe, amit most már a Hollós vitat, hogy hát ki lehet költözni innen. Ebben a jelenetben értjük azt is meg, hogy a ház nem az övék, hanem Hollós Endré, és amikor Hollós Endre is börtönbe kerül, akkor, amikor felajánl egy újabb munkát Attilának, és ő újfent visszautasítja, akkor azt mondja, hogy jó, akkor lehet innen költözni, és innen megint csak megértjük Janka motivációját, hogy ő már nem akar visszamenni a lakásba, ő itt akar maradni, és valahogy megoldást akar erre a problémára, ami egy újabb tragédia felé löki Attilát, hogy az összes pénzét beleteszi ebbe, aztán később kiderül, hogy kvázi díszlet lakásba. Zsombor Gábor, köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt már a harmadik Aranyélet kibeszélő. Egy hét múlva a másik rendezővel, Mátyási Áronnal jövünk. Tartsatok velünk akkor is. We as one, families fight, families love.